hoztam nektek a vízről egy mesét. Ezzel a mesével kezdődött az Ökováros Ökorégió Alapítvány hétfői foglalkozása. A víz fontosságáról, védelméről beszéltek a gyerekeknek. A földi élet, ez elengedhetetlen a tiszta víz, a jó minőségű víz, és hát manapság azért már sokat tudunk arról, hogy hogyan tehetjük tönkre, és minden generációnak kicsiktől nagyokig fontos, hogy ezt újra és újra tudatosítsuk, mert sokszor nem is tudjuk, hogy mivel, milyen módon károsíthatjuk, illetve még fontosabb, hogy hogyan vigyázhatunk a vízre. Pécsen mindig fontos volt a vízi közművek fejlesztése, karbantartása, a korszerű szennyvízkezelés kialakítása a mindenkori városvezetésnek, mondta az önkormányzati képviselő, az Ökováros Ökorégió Alapítvány kuratóriumi tagja. Nemrég adtuk át ugye ezt a szennyvíztisztító telepet is, amelyik jelentős mértékben korszerű módon tudja tisztítani a szennyvizet, újabb bekötések folyamatban vannak, tehát tényleg nagyon sok energiát fordít rá a városvezetés, a mindenkori városvezetés. Viszont nagyon fontos, hogy ne csak a politika és a beruházások forduljanak ebbe az irányba, hanem a pécsi polgárok is. Mi nekünk is van dolgunk azzal, hogy vigyázzunk a tiszta ivóvízre. Ezért szervezték például a hétfői foglalkozást a kisiskolásoknak. Március 22-e a vízvilágnapja. Ebből az alkalomból szervezték meg ezt az eseményt a pécsi belváros parkjában. Az alapítvány egyébként 17 iskolában van jelen. Ezekben az oktatási intézményekben rendszeresen tartanak előadásokat, foglalkozásokat a környezettudatos életről.